Közel 100 pályamű érkezett a Tiszta Szívvel Egyesület rajzpályázatára. A pályamunkák eredményhirdetése és a kiállítás megnyitója tegnap délután volt a Németh László iskola aulájában. Az Egyesület immár 10. éve ír ki gyermekek részére rajzpályázatot. A Szeretet Fényei című idei adventi rajzpályázatot óvodásoknak és általános iskolások számára összesen 5 kategóriában hirdették meg. A beérkezett közel 100 alkotásból a tegnapi kiállítás megnyitón a Németh László iskola aulájában ennek csak töredékét tudták bemutatni. Ez az eredményhirdetés azt gondolom, hogy egy ünnep. Ünnep már az advent részében, hiszen ez a pályázati kiírás és az ünnepélyes átadó egy hagyományos megálló az adventi készülésben a Tiszta Szívvel Egyesület életében. Sokadik alkalommal kerül ez a kiállítás megnyitásra, illetve a pályamunkákat kiállítjuk. De azt gondolom, hogy a lényege mégiscsak az, hogy mosolyjal, öleléssel a gyermekeket szeretettel ajándékozzuk, odafigyeléssel, nem pusztán a tárgyi ajándékra gondolván, illetve biztassuk őket, hogy az ő tehetségük, az ő munkájuk mindenkor figyelemre talál nálunk. A pályamunkákat Zoltai Attila és Bozsér Zsolt művésztanárok zsűrizték. A díjazottak oklevelet, ajándékcsomagot, illetve belépő jegyet kaptak a Mikulás Puttonya című előadásra. A szeretet rajza volt itt a téma, és én lerajzoltam a családomat, ahol vagyunk a karácsonyfa körül, és várjuk, hogy kibonthatjuk az ajándékokat. Apa kint díszíti a házat, ilyen karácsonyi ünnepekben. A kutya ott nézi, hogy mi történik, meg mi van itt. Szól a zene. Óvodások kategóriában első helyezett lett Sárpi Gertrúd a Szabadság téri óvodából. Az első és második osztályosok között Dunai Zita, a Varga Tamás általános iskola tanulója. Harmadik, negyedik osztályos kategóriában Kocsis Kira, a Németh László gimnázium és általános iskola diákja lett. Ötödik, hatodik osztályos kategóriában Mihály Zoltán, a Péceli Attila művészeti iskola tanulója. Hetedik, nyolcadik osztályosok között pedig Szűcs Petra, szintén a Péceli Attila művészeti iskola diákja. Külön díjban részesült a Malom utcai óvoda pillangó csoportja, valamint Varga Bernadett, a Kozmuca Flóra általános iskola tanulója. A kiállítás a jövő hét folyamán még megtekinthető a Németh László gimnázium és általános iskola aulájában.